Jézus a mai rövid evangéliumi szakaszban arra indít bennünket, hogy figyeljük meg a saját életünket, és vegyük észre, azonosítsuk, hogy mi az, ami számunkra nehéz, mi az, ami nekünk fájdalmat okoz, ami számunkra teher. És azt mondja, hogy ezekkel együtt jöjjetek hozzám. Jézus magára akarja venni a mi terhünket, a mi igánkat, mindazt, ami kellemetlen számunkra, amit már alig bírunk, mind magára akarja venni. És azt mondja, hogy az én terhem könnyű, az én igám édes. Ez nem azt jelenti, hogy Jézus a mi nyakunkra rak egy igát, meg terhet, hanem fordítva, hogy ő magára veszi a mi terheinket, minden szenvedésünket, minden nehézséget magára vett. És azt mondja erről, hogy könnyű. Mint azt mondaná, hogy nekem könnyű volt a kereszten meghalni. Csak azért volt könnyű, azért könnyű az ő terhe, mert szeret. Ha valakit szeretünk, akkor érette szívesen elviselünk bármilyen nehézséget, bármilyen szenvedést. Minél nagyobb a szeretet, annál könnyebben vállalunk áldozatot azért, akit szeretünk. Ezért mondja Jézus, hogy az ő terhe könnyű, az ő igája édes. Édes, mert szeret bennünket. Fölismerjük tehát a mi szenvedéseinket, a mi terheinket, és Jézushoz visszük. Ő megvigasztal bennünket. Fölismerjük, hogy mennyire szeret minket. Ugyanakkor Jézus azt mondja, hogy vegyetek példát tőlem, tanuljatok tőlem. Miben tanuljunk? Mit tanuljunk tőle? Azt, hogy egymás terhét hordozzuk. Hogy mi is ugyanígy egymás iránti szeretetből vegyük magunkra a testvéreinknek a terheit, gondjait, szenvedéseit. És Jézustól kapunk erőt ahhoz, hogy ez az iga, ez a teher ne legyen nehéz, ne legyen szenvedés.